Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Péntek este van már, és eléggé fáradt vagyok. Szóval nem tudom, hogy milyen lesz a hangom a videóba. Az olcsó játékok egyvelege Facebook csoportba akadtam rá egy posztra, amiben egy tragédia híréről készült videó. Egy gamer csatornának az egyik tulajdonosa. Én egyébként nem ismerem ezt a csatornát, nem hallottam még korábban róluk. Csak most a tragédia kapcsán néztem rájuk, és megnézem természetesen azt a videót is, amiben bemutatta, hogy mi történt. Ugye az történt, hogy szerencsétlen módon lakástűz tört ki náluk, és mire sikerült megfékezni a tüzet, addigra már hatalmas mértékű kár keletkezett, gyakorlatilag lakhatatlan lett az egész lakás. És ha jól tudom, onnan videóztak, szóval minden videós felszerelésük, meg minden egyéb más cuccuk, bútoraik, minden, az a tűz martaléka lett. Most ez egy olyan dolog, ami bármikor bárkivel előfordulhat. Sajnos az ilyet az ember nem tud kiszámolni. És mivel egy gamer csatornával történt ez, egy gamer csatorna tulajdonosával, úgy gondoltam, hogy szeretnék én is segíteni ilyen módon. A Facebook csoportomban már megosztottam a videót egy kis kiegészítő szöveggel. Úgy gondoltam, hogy több embert tudok elérni, ha csinálok ebből egy rövidke kis videót, figyelemfelhívásképpen. Nyilván most neki minden segítség az nagyon sokat számít. Szerencsére elég sokan pozitívan is állnak a dologhoz. Egyébként néztem már, több videós is így vagy úgy próbál rajta segíteni. Úgy gondoltam, hogy kicsit szeretném én is megtenni a magamét ez ügyben. Szóval nézzétek meg a csatornáját, nézzétek meg a videót, amiben elmondja és bemutatja, hogy mi történt a lakásával. Nyilván, ha már csak egy megosztással segítünk, az is segítség. Viszont én felszeretném arra hívni a figyelmeteket, mit szoktam én is mondani, hogy a reklámok útján tudtok még segítséget nyújtani neki. Tehát én megnéztem a csatornáját, jelennek meg reklámok a videói alatt. Hogyha van egy-két perc szabadidőtök, én szeretnék akar buzdítani titeket, hogy néhány reklámjára kattintsatok rá, vagy nézzetek meg egy-két reklámfilmet, ami a videója előtt vagy közben esetleg után megjelenik. Én egyébként már kattintottam neki, vagy 30-40-t is, meg nem tudom hány ablakba megnéztem neki reklámfilmeket, ilyen módon tudja segíteni neki. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!